Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás június 16-áig, hétfő. A hétfői napon a hold uralkodik, itt látható a szimbóluma. Megnézzük, hogy mi várható ezen a napon. Még mielőtt elmondanám, hogy mit jelent ez a kártya, mutatnám a kezemet, nincs gyűrűm, de az nem jelenti azt, hogy nem vagyok együtt a férjemmel. Mi boldog házasságban élünk, de mint már említettem az elmúlt hónapokban is, hogy sokat lefogytam, és a gyűrű olyan laza, mindig féltem, hogy elveszítem, és most elvittük az ékszerészhez, és az ékszerész az megkicsinyíti a gyűrűt, úgyhogy majd passzolni fog. Tehát ez az oka, hogy most nincs gyűrűm, de jövő héten már elkészül. A hétfői napon ez a lovas férfi uralkodik, ez azt jelentheti, hogy egy férfi közeledik hozzád. Ez a kép jelentheti általánosságban a mozgást is, hogy előre mennek az események, te jössz mozgásba, lesznek változások, ez lehet egy sport, tevékenység, vagy autó, vagy egy kirándulás, vagy változások, mint például egy költözködés. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, megnézzük, hogy mi várható kedden. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban, és megjelensz a nyilvánosságon, mások észrevesznek téged, sőt, jelentheti azt is, hogy ez a férfi közeledik hozzád, megkapod az elismerést. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik, és megnézzük, hogy mi várható szerdán. Itt van a szív. A szeretet, a szerelem, egy szép párkapcsolat, ami a családi kapcsolatokat illeti, ez is utalhat arra, hogy olyan szívélyes a kapcsolat, megkapod a szeretetet. Persze elsősorban szerelmi témákra utal. Csütörtök, itt látható, Jupiter bolygó uralkodik csütörtök felett. Itt a gólyák jelentik a változásokat, ez lehet egy munkahelyi változás, vagy egy költözködés, vagy valami változik a párkapcsolatot illetően, vagy változik a hozzáállásod, vagy változik a külsőd, ezt is jelentheti ez a kártya. Pénteken Vénusz bolygó uralkodik, az itt látható, jelenleg van egy nagyon erős Vénusz hatás. Ezen a napon van egy Lilith energia, de ezúttal, akkor is, ha Lilith aktiválja nálunk a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket, de ezen a napon hajlamosak vagyunk arra, hogy ezt ne higgyünk ebben. Vagy az is lehet, hogy mások mondják azt, hogy ne álmodolsz, ebből úgysem lesz semmi. Hajlamosak vagyunk most arra, hogy feladjuk a terveinket, vagy az álmainkat. Mi várható ezen a napon? Itt a fa látható, ez jelentheti a biztonság érzetét, ahol le tudunk gyökerezni, vagy jelentheti a természetet. A fának van gyógyító ereje, és lesz gyógyulás, vagy utalhat egészségügyi témákra is. Persze az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol, és szeretnél egy munkahelyi változást, de megvannak ezek az álmok, vágyak, elképzelések, és előfordulhat, hogy valaki azt mondja neked, maradj a munkahelyeden, ez biztos, ne változtass most ezen, ez minden olyan bizonytalannak tűnik. A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik, az itt látható. Ezen a napon a hold eléri Kétút.
Kétu az a lefele mozgó kármikus csomó, és aktiválja a kármikus témákat. Kétunál a múltról van szó, itt lesznek kármikus témák és emlékek a múltból. Itt a halak jelenthetik az anyagiakat, ez lehet egy nyeremény is, pénzügyi dolgok, egy bevétel. Amit a halak még jelenthetnek, ezek a belső értékek, hogy te értékes vagy számára, itt meg lesz a biztonság érzete, egy biztos, stabil párkapcsolat. A vasárnap felett a nap uralkodik, itt látható a nap szimbóluma. És itt látható a park, az jelentheti a természetet, hogy lesz egy kiruccanás, de a park az jelenti a nyilvánosságot is, hogy megjelensz a nyilvánosságon, mások észrevesznek téged, megkapod az elismerést, vagy valakivel találkozol a nyilvánosságon, vagy összefuttok, vagy az is lehet, hogy lesz egy meghívás, és megbeszélitek azt, hogy találkozzatok a nyilvánosságon. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, vagy leírhatod a véleményedet a kommentárba, annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalon, Dendera Medici vagy, Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!